Új, civilekkel kibővített pártalakulattal indul a választásoknak, ami épp, jelentette be zempléni előadásában Csurka István, a párt elnöke. A MIÉP, Magyar Megmaradásért Szövetség számít minden jobboldali elkötelezettségű párton kívülire, aki tenni akar a magyarság megmaradásáért. A küzdelemnek most értelme van. A világon a liberálisnak mondott piacgazdaság, ez az egész Soros Györgyféle világrendszer megbukott. Ezt Amerikától Kínáig mindenki látja, felelősen gondolkozó ember, de nagyon kevesen mondják ki, mert ennek még megvan az ereje arra, hogy ezt a kétségtelen bukást, összeomlást eltagadja, vagy a vereséget, az utolsó pillanatot eltolja. Nem mindenki úgy gondolja el a politizálását pártokba, tehát szeretne párton kívül mégis aktív politizálása. A Magyar Megmaradás Közössége pontosan ezeket az embereket célozza meg. Jobboldali keresztény emberekről van szó, akik ezzel a MIÉP-nek a bázisát szélesítenék, és egy nagyobb merítési lehetőséget adnak a politizálásra. Csurka István előadásában azt is hangsúlyozta, hogy a Fidesz-szel tudja csak elképzelni a politikai és választási szövetséget. A választáson abban támogatja a Fideszt, hogy kétharmados többséget érjen el a parlamentben. Egy törvényes, rendezett, erőszakmentes hatalomátvétel, rendszerváltás csak kétharmados törvényekkel, új alkotmánnyal lehetséges. Minden máshoz forradalom kell, erőszak, vagy pedig úgy le tudják lassítani az egész folyamatot, hogy megint elmegy a kedve az egésztől a magyarságnak. Tehát kétharmados győzelemre van szükség. De ha egyedül nem tudja elérni, mi itt vagyunk, a magunk nem túl nagy, de mégis valamit jelentő erejével, mi azért küzdünk, hogy legyen meg ez a kétharmad, és akkor a világ nem mondhat semmit. Egy kétharmados törvény többséggel megválasztott országgyűlés kvázi azt csinál, amit akar. És hogyha rendszerváltást akar, akkor rendszerváltás lesz. Ezt akarjuk mi. Nekünk kell a Fidesz felé kifejezni ezt a elképzelésünket, természetesen a Fidesznek is ebbe nyitottnak kell lenni, mert úgy gondoljuk, hogy most eljött az a pillanat, amikor egy új rendszerváltás jöhet majd a választások után. Ehhez viszont az kell, hogy minden jobboldali erő összefogjon, és így természetesen a legnagyobb gyűjtőpárt, mint a Fidesz, mint a legnagyobb gyűjtőpárt vezetésével a magyarság összefogjon, és megcsinálja most már ténylegesen a rendszerváltást. Úgy gondolom, hogy itt a MIÉP és a MMK az kimondottan ebbe segíteni tudja a Fideszt, és segíteni is kell neki, hogy ez megvalósuljon.